Jó estét kívánok, kedves nézőink! 60 esztendővel ezelőtt egyértelműen kinyilatkoztatta a magyar nép, hogy nem kér az elnyomásból. Elég volt. Szavát, utána pedig tetteit is bizonyította, tettekkel bizonyította mindezt. Nagyon kemény időszak volt, vannak még olyan emberek, akik akkor ezt az időszakot megélték, és most szerencsére vállalják, hogy elmondják, hogy a jelenkor embere tudjon mindezekből okulni. Vendégem a stúdióban Pajor Kálmán elnök, az 56-os Emlékbizottság vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És elfogadta meghívásunkat F. Nagy József, az 56-os Emlékbizottság tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye vannak, akik talán még most sem mernek beszélni nagy nyilvánosság előtt az 56-os eseményekről, azonban az 56-os Emlékbizottság éppen ilyen céllal alakult meg, hogy ezeket a dolgokat feltárja és a széles nagy közönség elé vigye. 20 esztendővel ezelőtt kik voltak azok, akik vették a bátorságot, hogy foglalkozzanak 56-tal, és igenis elmondják azt, amit talán a történelem könyvek sem nagyon tartalmaztak sokáig? Hát éppen 20 esztendővel ezelőtt alakultunk. Hát mindössze hároman alakítottuk meg, azóta azért egy kicsit földúzzadt a létszám ennek a 56-os Emlékbizottságnak, és abból a célból alapítottuk meg, hogy 1956-os magyar forradalom és szabadságharc szellemét, emlékét ápoljuk, megőrizzük, és a magunk eszközeivel hozzájáruljunk ahhoz, hogy ne is halványuljon lehetőleg ez az emlék. Nos, az első tevékenységünk mindjárt az volt 1994-ben, amikor hát azért már nem volt a nagy kockázata annak, hogy egy ilyet alakítunk, viszont valóban az volt, hogy nagyon kevesen reflektáltak csak még 1956 eseményei, nagyon szűk réteg mert egyáltalán 1956-ra még akkor is foglalkozni, 4 évvel a rendszerváltás után érdekes módon. Hát ez egy hosszú évtizedes beidegződésnek az eredménye sajnos, mert tűzzel, vassal írtották 56 igaz történetét és emlékeit évtizedeken keresztül, tudjuk. Az első komoly lépésünk az volt mindjárt 1994-ben, hogy a forradalom és szabadságharc 40. évfordulójára kettős kopjafás emlékművet fölállítottuk a Bethlen téren. Nem csak a halasi sortűz két áldozatát szimbolizálja ez a kopjafa, a férfi és a női kopjafa, hanem az 56-os forradalmi szabadságharc összes áldozatának az emlékét próbáltuk szimbolizálni és őrizni ezzel. Majd utána a következő években a megemlékezéseket szerveztük, előadókat, illetve ünnepi beszédhez kértünk fel neves személyiségeket, és még egy ilyen emlékmű állítás is fűződik az Emlékbizottsághoz, Nagyszeded István szobrának közadakozásból történő felállítása itt a Hősök terén, illetve hát az első világháborús emlékművel szemközti parkterületen. És azóta is lényegében ugyanez a feladatunk változatlanul, hogy a 1950-es forradalom és szabadságharc évfordulóin minden esztendőben szervezzük meg az ünnepségeket, és ugyanúgy kérjük fel a előadókat. Hány tag van, és hogyan lehet taggá válni? Hát tulajdonképpen aki 1956 történéseihez mondjuk egy hűséget vagy odaadást érez, az taggá válhat. Hát nem vagyunk túl sokan, 9-10, mikor mennyien érnek rá eljönni, és gyakorlatilag
nem is akartuk túlzottan kiszélesíteni az emlékbizottság tagságát. Kezdetben 15-20 között volt a létszám, de hát sajnos elhalálozások következtében ez lecsökkent, és nem toboroztunk tagokat, mert úgy érzem, hogy ez a mi kis mostani meglévő csapatunk azért elég jó összefort már a munkába, és nagyon egy irányba gondolkodunk, és tulajdonképpen mindenféle vita nélkül szoktuk az emlékbizottság rendezvényeit előkészíteni. Nagyon nehéz a mai kor emberének számára meghatározni 56 üzenetét, hiszen arra emlékszünk, hogy október elején az emberek egyértelműen kinyilvánították, hogy nem akarják azt, ami eddig volt. Azonban F. Nagy tanár úr azt mondta a beszélgetést megelőzően, hogy azért az 56-os éveket megelőző években is már komoly szándékok, komoly nyilatkozatok voltak, és komoly igények fogalmazottak meg, hogy valami változás kell. Ön hogyan élte meg ezt az időszakot? Tulajdonképpen egyetem hallgató voltam, és 1949 tavaszán az ország összes agrártudományi egyetemét feloszlatták. Azzal az indoklással, hogy gyakorlatilag osztályidegen kulák származású, egyéb származású hallgatók vannak, akik esetleg az akkor világ szemléletével szembe állnak. Majdnem azt mondhatom, hogy tulajdonképpen én voltam egyedül az egész országban talán szegény part származású az egyetemen. Hiszen évfolyam társam volt a Gróf Tiszának a fia, és a Pallagi Agrártudományi Egyetemen tanult abban az időben, utolsó éven Vas Albert gróf is. Bár elvégezte korábban ugyanitt Pallagon a Gazdasági Akadémiát, de mivel egyetem még alakult, ezért elvégezte az egyetemet is Pallagon. Tehát ilyen hallgatótársak voltak. Egyébként jó magam, hogy hogy viszonyultam az adott időbe, az adott körülményekhez, szinte érezve, mit hoz a jövendő, engedjék meg, hogy felolvassam az úgynevezett rehabilitációs bizottság, András Fahli Bertalan, a miniszter által aláírott, hozzám küldött levelét. A kormány által létrehozott rehabilitációs bizottság 1992. decemberében megvizsgálta az önnel történteket. A testület beadványa és a Földművelési Minisztérium vélelme alapján megállapította, hogy önt az elmúlt évtizedben több esetben érte jelentős sérelem politikai meggyőződése és kritikus politikai magatartása miatt. 1948-ban eltávolították az egyetemről. 1950-ben a kitelepítések elleni felszólalásimat büntették meg. 1953-ban a tanulók származás szerinti kategorizásával ellen tiltakozott, és egy tiltakozás miatt marasztalták el. Majd 1956-os forradalomban és szabadságharcban vállalt feladatai szolgáltak szabadságkorlátozás és a hivatás gyakorlásától történt eltiltással. Mindezért egyetértve az illetékes főhatalmak által nyújtott erkölcsi elégtétellel megkövetjük. A testület tagjai őszinte elismerést adóztak emberi helytállásának, következetes politikai magatartásának, és mélységesen elítélték a hatóságok méltánytalan és igazságtalan eljárását. A testület, és a magam nevében kívánom, hogy még hosszú ideig legyen ereje hozzájárulni a magyar közoktatás fejlesztéséhez. Mekkora fordulat ez ahhoz képest, hogy az ember már érezhette a kötelet a nyakán? Miért alakult ki ez a helyzet? Mi volt az ön bűne az akkori rendszer szerint? Én annak idejében Borsod-Abolcs-Zemplén megyében, Abolcs-Szántó városban tanítottam
a Gyárfás József mezőgazdasági középiskolában és az Ilosvai és Hermes Péter gimnáziumban. A megyei pártvezetés tulajdonképpen 56. október 23-án elrendelte, hogy az aktivisták járjanak el a falvakban, az iskolákban, és kérjék meg a polgárokat, hogy válasszanak megbízottakat abból a célból, hogy október 24-én a helyi moziban úgymond munkás tanács választás rendezhessenek. Lehettek azok a személyek ezen az összejövetelen, mint hát képviselői a lakosságnak, aki hát a lakosság tulajdonképpen becsületes tevékenységéért, politikai magatartásáért és egyebekért ajánlott. Így az ajánlott személyek közé kerültem jó magam is a diákság titkos szavazás eredményeképpen. Miután megtörtént ez a választás, kialakult egy olyan 9 fő számláló munkacsoport, amit úgy neveztek, hogy járási városi munkás tanács. És ez a járási városi munkás tanács ugyancsak titkos szavazással választott magának 3 vezetőt, egy elnököt és 2 társelnököt. Elnöki bizalommal engemet tüntettek ki. És kötelességünk volt már szinte azon a választás estéjén kidolgozni a munkatervünket, amelyből, ami akkor készült, ezennel egy pár mondatot szíves engedelmekkel felolvasok. A többek között első: béke és nyugalom megteremtése, a forradalom tisztaságának megőrzése, a személyi és vagyoni biztonság biztosítása, az alkotó munka szükséges előföltételek megteremtése, a legszükségesebb termelő munka beindítása s feltételének biztosítása, a nép jogos igazságos kívánságának lehetőségünkhez mérten való teljesítése, a nyugalom és a békesség megőrzése érdekében, a nemzetőség, valamint a karhatalmi szervek oly módon való megszervezése, hogy feladatát úgy láthassa el, hogy minden személyi bosszút bármely irányú bomlasztás még csirájában megszüntethessen. A munkástanács egy jelmondatot hangoztatott minden összjött alkalmából, amit valamikor 1920-ban a Bethlen kormány híres paraszt minisztere Nagyatári Szabó István mondott, miszerint nem sebeket ütni jöttünk, hanem begyógyítani azt. Ugye ezek voltak azok a történések, amelyek 56-ot és az ön életét nagyon befolyásolták. Kiskunhalason is azért forrongott a nép, és történtek olyan események, amelyek egy nagyon sajnálatos sortűzzel, nem mondom azt, hogy zárultak, mert utána jött a megtorlás időszaka. Nagy Szeder István volt itt Kiskunhalason az, aki élére állt ezeknek a folyamatoknak, és talán neki köszönhető az, hogy nem történt nagyobb vérontás itt a térségben. Az 56-os Emlékbizottság Nagy Szeder István személyét is kiemelte a történésekből. Hogyan, miként volt ő ennyire meghatározó ember? Hát Nagy Szeder Istvánt nem mindjárt a forradalom kitörésekor kérték föl arra, hogy segítsen, hanem éppen a sortűz után, amikor kezdett kaotikussá válni azért a halasi helyzet. Ugye azt mondjuk el a nézőknek, hogy itt Kiskunhalas főterén összegyűltek a katonák, volt egy nagyobb tömeg, amelyben eldördültek lövések, és 2 ember, Gyöngyösi Papida és Poloznyi Kálmán esett össze. Igen, ez 27-én történt, október 27-én történt. Az a tömeg, az a pár ezres tömeg, amelyik összegyűlt a akkori Lenin ma Bethlen téren, nem tudta,
hogy október 24-e óta tűzparancs van érvényben, sajnos, és a város középületeit, a tanácsházát, pártházat, a postát katonaság védi. És Gyurko Lajos vezérőr nagy a harmadik honvédhadtest parancsnoka kiadta már 24-én a tűzparancsot tömegoszlatásra. Sajnos ezzel éltek a halasi katonák is 27-én, és két halott maradt a kövezeten, a Gyöngyösi Papida 19 éves leány és 61 éves Poloznyi Kálmán, három sebesült. Hát ők ártatlan áldozatai, mártírai voltak ennek az egész szörnyű akciónak, mert nem is tüntetők voltak, hanem egyszerű járókelék még ráadásul. És ekkor azért már nagyon parázs lett a vita, és elszabadultak az indulatok az úgynevezett forradalmi tanácsban is, ami a közüzemi munkásokból és alkalmazottakból alakult, és tulajdonképpen a városházán ülésezett. Na most itt a közüzemi tanácsban felvetették, hogy nem csak a dolgozók képviselői, akik aránylag dilettánsak a város vezetéséhez, nem csak őket kellene azért a döntéseknél meghallgatni, vagy figyelembe venni, hanem az egykori pártoknak a vezetőit, különösen Nagyszered Istvánt, aki tudták, hogy a legerősebb pártnak, a kisgazdapártnak volt az elnöke, és annak a kisgazdapártnak, amelyet Nagyszered István az egyedi szervezési módszerével, az úgynevezett halasi normával, amiről most nem tudunk részletesen beszélni, 7900 tagú párttá szervezett, tehát egy hatalmas, erős, szolidáris párt volt Halason a kisgazdapárt, amit 1947-ben szétvertek azzal, hogy Nagyszered Istvánt letartóztatták. Nos, ugyanaz 1956-ban 9 esztendővel a letartóztatása után ugyanazok mentek segítséget kérni Nagyszered Istvánhoz, akik annak idején az internáló táborba küldték. Ez egy érdekes dolog. És hát azért Nagyszered Istvánnak nem csak a vezetői, de emberi nagyszerű tulajdonságát is jelzi az, hogy az egykori üldözői kérésének engedve segített, mert abból indult ki, hogy egy város vezetése nem mondhat csődöt, főleg akkor, amikor kritikus helyzetben van. Tehát ő, mint vezető, felelősséget vállal azért, hogy a város vezetése rendben legyen. És ezért bejött a forradalmi tanácsba, a feltételeit elmondta, hogy vesz részt, nem sorolom, de a negyedik föltétel, ami a legfontosabb föltétele, az volt, hogy 48 órán belül népszavazást kell tartani, és akkor majd megmutatkozik, hogy Halason mely politikai erőnek van joga a leginkább a döntéshez. Érdekes fordulat volt ez Halason, mert villámhárítóként működött. Az összegyűlt tömegnek, miután a forradalmi bizottság egyhangulag elfogadta az összes föltételét Nagyszedernek nagy ovációval, még azok is, akik később ellene vallottak, ugye amikor letartóztatták Nagyszeder Istvánt, ő megnyugtatta a városháza körüli tömeget, hogy ilyen megegyezés született, és szépen de békét tudott teremteni ezzel, és tudjuk, hogy a népszavazás meg is történt 48 órán belül, már másnapra a hagyományos kisgazda riadólánccal kiértesített kisgazdák, hogy 8000-es tömeg tudott összegyűlni egy tömeggyűlésre, azért gondoljunk bele, mindenféle internet meg egyéb nélkül, és ez a 8000-es tömeg előtt is kijelentette Nagyszeres István, hogy másnap népszavazás lesz, és 16 000 választó közül 15 000 elment szavazni,
mindenféle óriás plakát nélkül, és 76%-uk a kisgazdapártra szavazott. És a kommunista párt mindösen 4%-ot kapott ezen a szavazáson, tehát annyi szavazatot sem, mint hány tagja volt. Ezt a pofont nem tudták elviselni, ugye, hogy Nagyszeder István törvényes úton, törvényes népszavazással, mindenféle erőszak és fegyver nélkül az országban egyedülálló módon megdöntötte a szocializmust Halason. Ezért tiszteljük őt az 56-os cselekményei közül. És ugye van is egy emléklap, amelyet most kapott, nemrégiben átvehetett, és úgy gondolom, hogy Nagyszeder István élete és tettei azok akár az iskolákban történő helytörténeti oktatások során is nagyon-nagyon fontosak, hogy tudjanak a diákok pontosan arról, hogy mi is történt Kiskunhalason. Az emléklapról még annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a Szobonya Zoltán emléklapot posztumusz adták Nagyszeder Istvánnak, ami a megyei önkormányzat alapítású emléklapja. Hát Szobonya Zoltán is 56-os hős volt, hogy úgy fogalmazzam, ő János Almán volt ügyvéd azelőtt, és a kulákokat védte, közismert és nagyon közkedvelt személyiség volt, önzetlen ügyvédként dolgozott, és 56-ban ő volt a János Almán forradalmi bizottság elnöke. Sajnos 58-ban koholt vádak alapján kivégezték Szobonya Zoltánt. Engedjék meg, hogy azért ezt a megható pársort felolvassam, amit a négy pici lányának hagyott a búcsú levelében. Pici babáim, soha se felejtsétek, hogy magyarnak születtetek. És egyre kérlek, hogy soha senkire valótlant ne mondjatok. Mindig és minden körülmények között csak is az igazat. Ezt kéri tőletek édesapa. Ez a Szobonya Zoltán, akire az emléklapot elnevezték, tehát ő is 56 mártírja, egy megfélemlítő kivégzés volt, hogy a délvidéki részről is valakit ki kellett végezni. Ez így történt annak idején, hogy régiónként volt meghatározva, hogy a környékbeli nép megfélemlítése céljából ez bekövetkezzen. Nos, igen, még arra rátérve pár mondattal, hogy igen, az 56-os emlékbizottságnak már régi programja, több éve határoztuk el, hogy a középiskolák végzőseinek egy rendhagyó történelem órát, helytörténeti órát tartunk. Egyrészt a forradalomhoz vezető útról, csak úgy dióhéjban, másrészt a halasi történésekről és Nagyszeder István tevékenységéről is. Én azért szoktam Nagyszeder István példáját, és nem csak azért szoktam az ifjúság elé állítani, mert 1956 halasi történéseinek a vezéralakja volt, hanem azért, mert egész életével és munkásságával példát mutatott akár a mai ifjúságnak is, mert megmutatta, hogy hogyan kell egy erős, autonóm szervezetet teremteni, létrehozni, működtetni. Aztán megmutatta, hogy hogyan kell nehéz történelmi helyzetben is embernek maradni, és következetes vezetőként határozottan föllépni. Azon kívül megmutatta, hogy hogyan kell gerincesen, megalkuvás nélkül az igazunkért kiállni. Nos, ezeket a tulajdonságokat kívánom én a tanuló ifjúságnak is minden előadáson, és kívánom még, hogy a hasonló nemes tulajdonságokkal induljanak neki az életnek, és érjenek el sok sikert.
Nagyon rövid már az műsoridőn, körülbelül 2 percünk van. Ugye október 23-án, 27-én, november 1-én és november 4-én lesznek megemlékezések Kiskunhalason. Érkezik majd egy ünnepi szónok is ide Kiskunhalasra. Mikor hallhatjuk őt, illetve... 23-án dr. Zétényi Zsolt, akinek a neve valószínűleg a fiatalságnak nem sokat mond, de azért elmondom róla, hogy sok jogvédő szervezetnek elnöke és tagja, a kommunisták üldözöttjeinek ismert védőügyvédje, és 1991. november 4-én elfogadott, a parlament által elfogadott igazságtételi törvénynek a kidolgozója volt Zétényi Zsolt. Sajnos ezt a törvényt Göncz Árpád köztársasági elnök és a Sólyom László által vezetett alkotmánybíróság elkaszálta. Tehát a kommunista bűnösök felelősségre vonása emiatt elmaradt. Tehát tulajdonképpen ő jön, aki ennek az értelmi szerzője volt ennek a törvénynek, ő jön 23-án ünnepi beszédet tartani. Legyünk ott minél többen, hogy hallhassuk akár az érintettektől is, hogy mi minden történt itt 1956-ban és az ezt követő időszakban. Én eredményes munkát kívánok önöknek ezekben a helytörténeti oktatásokban, mert nagyon fontos feladatot tűztek ki célul. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. És köszönjük. Kedves nézőink, arra kérem önöket, jövő héten szerdán este 19:30 ismét kapcsoljanak a Halas Televízió csatornájára, hiszen kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!